Mondhatjuk, hogy a lehetőségek tárháza ez az év Homonnai Luca kajakos számára, aki éppen egy már valóra vált és egy beteljesedésre váró álma között végzi kemény alapozó munkáját Győrben, edzőjével Kadler Viktorral, a Grabóplasz győri VSE vízitelepén. A 17 éves tehetséges orosházi születésű Homonnai Lucának egy véletlen hozta meg életébe a kajakozást. 2009-es törökországi nyaraláson kezdődött igazából minden, amikor szüleimmel elmentünk egy rafting túrára, és ott annyira megtetszett az, hogy fogom a lapátot és hajóban ülök, hogy onnantól kezdve tudtam, hogy kajakozni szeretnék. Azonnal szeretett volna mindent megtanulni, de akadt egy kisebb gond. Ott még volt egy kis probléma, hogy nem tudtam úszni, és ott eltelt még egy pár hónap, míg megtanultam úszni, és utána tudtam október 9-én elkezdeni a kajakozást. Ezt követően a kajak kenuval Bátor György ismertette meg Szarvason, 5 év után Győrbe került Fazekas Tiborhoz, majd tavaly télen Gyomaendrődön készült. Jött a nyár, az ifjúsági világbajnokságon Homonnai Luca a 201-es után K1 500 méteren is aranyérmet szerzett. Ekkoriban figyelt fel rá Janics Natasa, aki Kovács Katalinnal történt szétválása után közösen készült fel Lucával a VB-re. Alapból az, hogy egy olimpikonnak készült az ember, az nagyon nagy dolog, tehát nekem még úgy olyan adrenalint is adott az edzéshez, hogy mégis vele edzek, akkor jobban kellett teljesíteni, én úgy éreztem. A technikám szerintem sokat csiszolódott mellette. Natasa rengeteg úgymond szerintem rutint adott át nekem. Agyilag is elég sok mindent kell egy versenyhez hozzátenni, tehát ugye elméletben is át kell gondolni a dolgokat, és szerintem ebben is rengeteget segített nekem. A fiatal tehetség még most is izgalommal gondol vissza arra, hogy a VB-n együtt versenyezhetett a háromszoros olimpiai bajnok Janics Natasával. Hihetetlenül izgultam előtte, tehát amikor kint voltunk, teljesen kivoltam, hogy mi lesz a versenyen, meg úristen, hogy mégiscsak Magyarországot kell képviselni, azért az egy kajak versenyen nagyon nagy dolog, főleg egy felnőtt világbajnokságon, mivel a magyarok ennyire jók a kajakban, így teljesíteni kell, és nagyon izgultam. A milánói világbajnokságon ezüstérmet szerzett a páros. Luca magát okolta, hogy nem sikerült az aranyérem. Janics Natasa pedig a döntő után durván szólt oda Lucának, aki azért igyekezett tolerálni mindezt. Van mindenkinek olyan dolga, ami nem tetszik a másiknak, és szerintem csak jól kell hozzá viszonyulni. Tehát nem szabad elkezdeni megpróbálni megváltoztatni, mert szerintem az a legrosszabb egy ilyen helyzetben, hogyha rá akarja a másik erőltetni a saját stílusát, tehát el kell fogadni, és szerintem ez nekem jól ment. Egy hónapja Lucának egy újabb nagy lehetőség robbant be az életébe. Október elején megmondta Janics Natasának, nem vele folytatja a felkészülést, hanem Győrben Kadler Viktor edzőjével kezdi meg az alapozást. Mert hogy elfogadta a klubja a Grabóplasz győri VSE által felkínált 2 hónapos tavaszi amerikai edzőtábort Fazekas Zúr Krisztina és Rami Zúr mellett. Én azt is remélem állítani, hogy nincs rossz Natasával, semmilyen probléma nincsen. Itt azt kell tudni, hogy azért Luca egy jó pár évvel fiatalabb, napja az anyukája lehetne tulajdonképpen, ezért teljesen más edzésmunkára van szükségük ebben az időszakban. Ez nem Natasa ellen szólt, és nem a párosunk, vagy bármi, vagy a VB ellen, hanem ez egy lehetőség, amivel én úgy érzem, hogy élnem kell. Nem volt tőle túlságosan boldog, sőt, de igazából azóta már minden végül is lecsitult, és mindenki készül a saját edzőhelyén, a saját edzőjével, tehát azóta már teljesen minden dolog lehiggadt, amilyen körül volt. Luca és edzője most már csak előre néznek, az újabb nagy lehetőségre készülnek, és minden munkát elvégeznek, amit csak lehet, hogy a tehetséges kajakos kellőképpen felkészülhessen a Fazekas Zúr Krisztinával közös tavaszi amerikai munkára. Rettenetesen elszánt, és látszik rajta, hogy mindent meg akar tenni. Igazából neki nincs olyan, hogy kevés a munka, többet akar, mindig többet, és akkor még néha rá is kell szólnom, hogy na most már elég, most már tessék pihenni. Rengeteg munka, és ahogy szoktak fogalmazni, tölteni kell a zsákot, amiből nyáron ki lehet venni az eredményeket. Tehát most a zsáktöltési folyamat megy, ami rengeteg munkával jár és szenvedéssel. Úgyhogy hát most ezt kell, minél több szenvedést kell összegyűjtenem a tél alatt, hogy amíg ki nem megyek Amerikába, és utána pedig kajakban kell tovább gyűjteni.